a kis Nikolá, a foci. Ász ezt ma délutánra elhívott egy csomó havert az osztályból a Grundra, ami egy üres telek nem messze hazulról. Ász ezt a barátom, kövér fiú, folyton eszik, és azért hívott el bennünket, mert kapott a papájától egy vadi új focilabdát, és baromi nagy meccset fogunk játszani. Tök jó fejez az Ász ezt. Délután 3-ra mentünk ki a pályára, pont 18-an. Először is csapatot kellett választani, de úgy, hogy mindkettőben ugyanannyi játékos legyen. A bírót azt könnyen sikerült választani. Ányánt választottuk. Ányán az osztály legjobb tanulója, nem vagyunk jóba vele, de szemüveges és nem adhatunk a fejének ahányszor pedig szeretnénk, ami a bíró esetében direkt jó. Különben se akart senki egy csapatban lenni Ányánnal, mert a sport nem tartozik az erősségei közé, és rögtön elsírja magát. Csak akkor tört ki vita, amikor Ányán kérte, hogy adjunk neki egy sípot. Sípja pedig csak Rüfisznek volt, akinek rendőr a papája. Ez egy golyós síp. Családi emlék, mondta Rüfisz. Nem adhatom ki a kezemből. Akkor most mit csináljunk? Végül is abban maradtunk, hogy Ányán szól Rüfisznek, és Rüfisz fog fütyülni Ányán helyett. Na mi lesz, játszunk vagy nem játszunk, kezdek éhes lenni, kiabált Ász ezt. Igen ám, de nem volt az olyan egyszerű, mert most, hogy Ányán bíró lett, csak 17 játékos maradt, úgyhogy valaki ki fog maradni a választásnál. Na és akkor kitaláltuk, hogy hogy legyen. Lesz egy partjelző, aki egy zászlócskát fog lengetni, valahányszor kimegy a labda a pályáról. Megszentet választottuk partjelzőnek. Egyetlen partjelző az elég kevés egy egész pályára, de Maxent nagyon gyorsan fut. Írtó hosszú vékony lába van hozzá, és nagy, piszkos térde. De Maxent azt mondta, hogy szó se lehet róla, ő játszani akar, és különben sincs zászlója. De végül csak belement, hogy ő legyen a partjelző, de csak az első fél időben. A zászló helyett a zsebkendőjével fog lengetni, ami nem valami tiszta, de hát mit csináljon otthon, még nem tudhatta, hogy zászlónak kell. Na, kezdjük végre, kiabálta Ász ezt. Így most már egyszerűbb volt a dolog, maradt 16 játékos. Na, de kellett egy-egy csapatkapitány. És mindenki csapatkapitány akart lenni. Mindenki, csak Ász ezt nem, ő kapus akart lenni, mert nem szeret futni. Mondtuk, hogy jó, legyen kapus, különben kapusnak jó is, mert jó, széles, betölti a kaput. De még így is maradt 15 csapatkapitány, amiből egy csomó felesleges. Én vagyok a legerősebb, kiabált Öd. Nekem kell kapitánynak lenni, és akinek nem tetszik, azt orrba vágom. Én leszek a csapatkapitány, mert nekem a legszebb a ruhám, kiabált a Zsofroa, és Öd orrba vágta. Pedig tényleg Zsofroának volt a legszebb a ruhája. A papája, aki nagyon gazdag, egy igazi, teljes futballszerelést vett neki, piros-fehér-kék mezzel. Ha nem én vagyok a csapatkapitány, kiabált Rüfisz, akkor szólok a papámnak, és ő mindenkit börtönbe csuk. Én azt mondtam, hogy legyen sorsolás. Dobjunk fel egy pénzt. Két pénzt. Mert az első eltűnt a fűben, és nem találtuk. Joachim adta kölcsön, és nagyon oda volt, hogy nincs meg. Elkezdte keresni, pedig Zsofra megígérte, hogy a papája majd küld neki egy csekket, és nem fog rosszul járni. Végül is meglett a két csapatkapitány. Zsofra, meg én. Hé, nem akarok lekésni az uzsonnáról, kiabált Ász ezt. Játsszunk végre. Meg kellett választani a csapatokat. Senkivel nem volt semmi baj, de ott volt Öd. Zsofroá is, meg én is azt akartuk, hogy Öd a mi csapatunkban játszon, mert ha nála van a labda, senki sem állítja meg. Nem játszik valami jól, de senki sem meri megtámadni. Joachim több boldog volt, mert megtalálta a pénzt, és elkértük tőle, hogy kisorsoljuk Ödöt, és akkor újra elveszett. Joachim újra keresni kezdte, de most már tényleg bepöccent, és végül is kihúzza a rövidebbet volt, és Zsofroá nyerte Ödöt. Zsofroa betette a kapuba, mert hogyha Öd lesz a kapus, senki sem mer a kapu közelébe menni, és pláne berúgni a labdát. Öd nagyon sértődős. Ász ezt a két kapufa kőrakás közt ült a földön, és piskótát eszegetett. Nem tetszett neki ez az egész. No, mi lesz már? Kiabálta. Mindenki elfoglalta a helyét a pályán. Nem volt könnyű, mert a kapusokat nem számítva csak heten-heten voltunk. Mindkét csapatban elkezdődött a veszekedés. Egy csomóan akartak középcsatát játszani. Joachim jobb hátvéd akart lenni, de csak mert a pályának azon a részén veszett el a pénz, és játék közben is keresni akarta. Zsofra csapatában hamar rend lett, mert Öd mindenkit orba vágott, és a játékosok az orrukat tapogatva szépen a helyükre mentek. Mert nagyon kemény az ökle. Az én csapatomban nem sikerült megegyeznünk, de aztán Öd beígérte, hogy mindjárt odajön és minket is orba vág, és akkor végre felálltunk. Ányán szólt Rüfisznek, hogy fütyüljön, és Rüfisz játszott, hogy kezdődhet a játék. De Zsofra azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Jó vicc!
Pont a szemünkbe süt a nap. Miért pont az én csapatom játszik nappal szembe? Mire én azt mondtam, hogy ha nem tetszik neki a nap, hát csukja be a szemét. Lehet, hogy akkor jobban is fog játszani. Erre nekem jött és összeverekedtünk. Rüfisz fütyült, tiszta erőből fújta a golyósípot. Nem mondtam, hogy fütyülhetsz, kiabált anyján. Én vagyok a bíró. Erre Rüfisz megmérgesedett. Azt mondta, hogy neki nem kell engedélye anyjától, hogy fütyüljön. Akkor fütyül, amikor neki tetszik. Mit képzelne azért? És fütyült, mint az őrült. Szégyeld magad, mondta anyján. És elbökte magát. Hé, fiúk, szólt oda ezt a túlsó kapuból, de senki sem figyelt rá. Én nagyban verekedtem Zsofroával, elszakítottam a szép piros-fehér-kék mezét, ő meg azt mondta, azt hiszed érdekel, kapok a papámtól egy csomó másikat, és rúgdost a bokámat. Rüfisz anyját kergette, és anyján azt kiabálta, a szemüvegem, Joachim nem törődött senkivel, ő még mindig a pénzét kereste, de nem találta. Őt egy ideig csak áldogált a kapuban, de aztán nem bírta tovább, és belevágott minden orrba, ami a keze ügyébe került, vagyis hát a csapattársai orrába. Mindenki ordított, rohangált, piszok jól szórakoztunk, de baró volt. Hé, fiúk, hagyjátok már abba, kiabálta újra Alcest. Na erre, őt igazán bemérgesedett. Te akartál játszani, nem? Hát most játszunk. Ha mondani akarsz valamit, várd ki a fél időt. Minek a fél idejét? Kérdezte Alcest. Most vettem észre, hogy nincs is labdánk. Otthon felejtettem.